A 19 és 30 éves kor közötti férfiak és nők jelentkezését várja a szerb katonaság. A pályázati felhívás folyamatosan elérhető többek között a katonaság honlapján is. Az érdeklődők a kitöltött jelentkezési lapjukat a Védelmi Minisztérium szabadkai és topolyai, csütörtökön pedig a Kishegyesi központjában adhatják át. Az önkéntes fegyveres katonai szolgálat 6 hónapig tart. Az első, 1,5 hónapos képzési időszakot a vajdasági jelentkezők Zomborban töltik, majd 1,5 hónapos speciális képzés következik különböző helyszíneken. Šta je novo? Novine koje su vezane za dobrovoljno služenje vojnog roka. A to je sada vojniku na služenju vojnog roka sleduje mesečna naknada koja iznosi nekih za 6 meseci oko 132.000 dinara. A od meseca decembra, znači od naredne partije vojnika, ta mesečna naknada će se uvećati, mesečno će iznositi oko 35.000 dinara, što za 6 meseci iznosi oko 210.000 dinara, što je uvećanje za oko 63%. Ezen kívül az önkéntesnek fedezik az úti költségeit, 10 nap eltáv is megilleti, valamint az étkeztetése, elszállásolása és a felszerelése és a 6 hónapos önkéntes fegyveres katonai szolgálat alatt ingyenes. Abszolútno podržavam napore centra Ministarstva odbrane u Subotici da naše građane, našu omladinu usmere i da kažu kakav je značaj i koliki je značaj dobrovoljnog služenja vojnog roka. Pored toga što će dobrovoljno služiti našoj otadžbini i našim građanima, imaće priliku da bukvalno preko noći postanu samostalni odrasli ljudi, da odlučuju o svojoj sudbini. A szabadkai építészeti kar hallgatója Miroslav Karán. A népszerűsítő reklámfilm megtekintése után most már azon gondolkodik, hogy önkéntesként jelentkezik majd a szerb katonasághoz. Mislim da svaki građanin Republike Srbije treba da razmišlja o služenju redovnog vojnog roka i moje lično ubeđenje jeste da treba da se vrati redovan vojni rok, jer mislim da to postiče disciplinu. Újdonságok közé tartozik az is, hogy az EUPRAVA honlapján is jelentkezhetnek az önkéntes katonai szolgálatra az érdeklődők.